A Misina Természet és Állatvédő Egyesület támogatói között sokan vannak családosok és a 25 év alattiak, akiknek idén nem kell adót fizetni. Ők is felajánlhatják adójuk 1%-át, mondja Farkas Tamás az Egyesület elnöke csak ezt nem ők fogják fizetni, hanem a felajánlók alányába egy közös kasszából az állam fogja kifizetni ezt a felajánlott összeget a civil szervezeteknek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, ez a felajánlóktól nem kevül levonása, hanem egy vészalányos, gyakorlatilag egy támogatási mutató alapján kevül, egy, egy kormányzati alapból majd felosztása a civil szervezetek között. Nagyon fontos szerintem elköltsileg és anyagileg Egyelent. A menhelyre bevitt állatok aránya és az örökbefogadások száma az utóbbi időben nem sokat változott. Ez azt jelenti, viszonylag egyensúly van a beadott állatok és az új gazdis állatok létszáma tekintetében. Teszi hozzá az állatotthon vezetője. Ami viszont nem jó, hogy ugyanúgy egy állatmenhely is nagyon-nagyon megérzi azokat a negatív változásokat, amit az egész gazdaság. Tehát felmennek az árak, ezeket az árakat, ezeket nekünk is ugyanúgy ki kell gazdálkodni. Tehát folyamatosan emelkedik az állatgyógyszer, folyamatosan emelkedik a tápoktak az ára, ugyanazok az állemelkedések nagyon intenzíven megjelennek itt is, az állatokat pedig napi szinten el kell látni. Ezért egyre fontosabb lesz, én azt gondolom, a, a felajánlások, az adományoknak a, a talánya. Az elmúlt két év pandémiás állapota miatt a nyári programok egész sora vagy elmaradt, vagy beszűkült keretek között volt csak megtartható. Idén azonban úgy tűnik, visszajön a régi élet a Misinánál. Ezen a héten már felteszik a népszerű közösségi oldalra, vagy a webportálokra a nyári programok táborozások lehetőségeinek tárházát a jelentkezési időpontokkal együtt.